Földrajzi márkanév lesz 60. A Bosch 2018-tól közép-kelet-európai logisztikai központot telepít a városba. A közép-kelet-európai régió folyamatos növekedése, illetve a jelenlegi és jövőbeli vásárlói igények kielégítése miatt, jelentette be Daniel Koriot, a magyarországi Bosch csoport vezetője. Today is a very important day for Bosch. A mai nap nagyon fontos a Bosch számára. Miután aláírtuk a megállapodást, egy új korszak következett be. A jövő teljesen átalakul. Új technológia, új üzleti modellek és új kompetenciák jellemzik majd. Az egyezmény a Bosch szempontjából a legfontosabb mintaprojektet jelenti, mely 60 városában kapcsolja össze a gyártást, a szolgáltatásokat és a logisztikát. A Bosch fejlődése töretlen, az ügyféligény hatékony kielégítésére, további helyi raktárak egyenkénti létrehozása helyett döntöttek amellett, hogy egy központi raktárbázist hoznak létre 60-ban. Ez a beruházás egy olyan csomópontot jelent, ahol az elektromos és az önvezető autók és az internethez kapcsolt járművek fejlesztésével a jövő alakításába fognak bele. A Bosch és 60 neve már összefort, 60 városa pedig rendkívül jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy logisztikai központtá váljon, hangsúlyozta beszédében Szabó Zsolt államtitkár. A mai lépés, ez a közeljövőben mintegy 17 milliárd forint értékben bekövetkező fejlesztés, ami egy év múlva egy komoly, újabb üzemegységet fog jelenteni, ez ezt a kapcsolatot megerősíti, és hírünket viszi a világban, hogy van egy város, ahol szívesen látják a befektetőket, szívesen látják az ipari parkokat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, a Bosch számára Magyarország az egyik hídfőállomást jelenti az ipar 4.0 digitális korszakra való áttérésben. Hangsúlyozta, nem mindegy, hogy a logisztikai versenyben az ilyen nagy cégek hová telepítik le központjaikat. Mindegy 15 országot fognak ellátni logisztikai szempontból, tehát előkészítik az anyagot, előkészítik az alkatrészt és szállítják nagyon sok felé, illetve is hozzák. Tehát logisztikailag 60 egy nagyon jó helyen van. A másik dolog, hogy Magyarországon kvalifikált munkaerőt találnak, még mindig találnak, a képzésben nagyon erőteljesen részt vesznek, innovatív a Bosch, tehát előre gondolkodik, hosszú távon fejleszt. Most már elkezdtünk tárgyalni a fiatalok lakáshoz, ingatlanhoz jutásáról például velük, de tárgyalunk a duális képzésről. Az együttműködési megállapodás értelmében a Bosch 16 évre a 60-i ipari parkban bérel majd 62 000 négyzetméteres területet a logisztikai központnak, ahol 250 új munkaerőt foglalkoztat majd, aminek megoldásához a város keresi a lehetőségeket. A város életében már ez az év arról fog szólni, a munkaerő kérdéséről fog szólni, és arról, hogy ezen kérdéssel kapcsolatosan hogyan és miképpen tudjuk megfogalmazni a válaszokat. Mi mindenképpen egyfajta híd szeretnénk lenni a munkaadók és a munkavállalók között. Már elindult ez a folyamat. Mi folyamatosan mérjük fel a 60-ban letelepült és a jövőben letelepülő cégeknek a munkaerő igényét, és ezt folyamatosan monitoringozzuk, és megkeressük azokat a munkavállalókat, akik még potenciálisan alkalmasak lehetnek arra, hogy 60-ban dolgozzanak. A tervezett logisztikai központ a raktározás, szállítás mellett különböző régiós folyamatok összekapcsolásával és összehangolásával foglalkozik majd, összekapcsolva az ipar 4.0 berendezéseket, alkalmazásokat és folyamatokat. A 60-i logisztikai központ átadása 2018 tavaszán várható. A létesítmény a Bosch több mint 800 telephelyet számláló logisztikai hálózatába kapcsolódik majd be.